Esküszünk, hogy az olimpiai játékokon becsületes küzdőfelek leszünk. A hivatalos olimpiai esküszövegnek talán ez a legfontosabb eleme, amit a 13. hegyvidéki olimpia résztvevői is komolyan vettek. Ezt a családi sportnapot mindig az 5. osztályosoknak rendezik meg a 12. kerületben, mert ők tanulnak történelemből, az olimpiáról, az olimpiai eszméről. Pokorni Zoltán szerint másról is szól ez a verseny. Mikor lesz a gyerekből felnőtt? És mitől válik azzá? A centiméterek számán, izomerőn túl. Erre itt ma részben választ kapunk. A gyereket és a felnőttet azt különbözteti meg egymástól, hogy a felnőtt képes legyőzni önmagát is. Képes a saját fáradtságán, restségén, lustaságán is úrrá lenni. A hegyvidék alpolgármestere szerint a hegyvidéki olimpia egy testi, lelki, szellemi készülődést kíván a tanároktól, a szülőktől és az ókori olimpiákról tanuló gyerekektől is. Ezen a rendezvényen át is tudják ezt élni, és nem csak elméletben tanulnak róla. Készülnek, együtt készülnek, tógákat készítenek, zászlókat készítenek, és a különböző sport számokra is együtt felkészülnek. Tehát egyrészt ez nagyon fontos, hogy át tudják ezt élni. A másik pedig a sportszerűség. Nagyon fontos az, hogy a gyerekeket sportszerűségre tanítsuk. Ha minden világversenyen ilyen sportszerű lenne a küzdelem, akkor legalább annyi fair play díjat lehetne kiosztani, mint amennyi érmet. A biztatás is aranyérmes volt. Hajrá, hajrá! Hajrá! Ügyesen, ügyesen! A hegyvidéki olimpia versenyszámait az ókori első olimpiákéhoz igazították, legfeljebb a távokban volt eltérés. A fiúknál a maraton táv az 2000 méter, és a lányoknál pedig 1500 méteren versenyeznek itt a Tabán területén egy kijelölt útvonalon. Ugye van a távolugrás, a helyben távolugrás és a kislabda hajítás, ami még a sportágak vagy a versenyszámok között szerepel, és ugye a végén a birkózás. A sportági népszerűség listán a birkózás vezetett, de a többi versenyszámban is szinte minden ötödikes kipróbálta magát. Szerencsére nagyon sok a résztvevő, 8 iskola, 15 városállamából, közel 450 gyerek vesz részt a mai megmérettetésen. A Cakó utcai sportpályán azonban több mint 1000-en gyűltek össze. Nagyon sok iskolatárs és családtag is jelen volt. A szülők készítették a kis versenyzők próbatételét követő lakomát. Ez egy nagyon-nagyon jó közösségépítő program, tehát nagyon várták a gyerekek, hogy újra együtt találkozzanak az iskolák, és megmérethessék egymással a tudásukat. Itt nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy itt a szülők is itt vannak, ugye, hiszen ők adják a lakomának a részét. Ebből következőleg én azt gondolom, hogy az osztályközösségek, az iskolai közösségek nagyon jól össze tudnak kovácsolódni. Ezt támasztotta alá az egyik iskolai felkészítő tanár is. Elmondtuk a gyerekeknek, hogy mik lesznek a versenyszámok, miket kell majd csinálni, de igazából inkább a mozgás megszeretetése volt a fő kulcs, nem az, hogy az első helyen érjen mindenki, hanem hogy jól érezzék magukat, és egy szombat délelőttöt mozgásban az osztálytársakkal és másik iskolás társakkal közösen jó élmény szerezzenek. A sportos napról a hegyvidéki sportközpont által szervezett versenyek gondoskodtak, az élmény pedig fokozta, hogy minden kis hegyvidéki olimpikon kerámia érmet is kapott a sport teljesítményéért, illetve e különleges nap emlékére.